Sziasztok, üdvözöllek titeket, Dr. Borsziki Péter háromharmadúi videó, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsikét arról, hogy mi a teendő, és mi az, amit semmiképpen ne csináljatok, olyankor, hogyha túllettitek magatokat tiéta alatt. Szerintem mindenkivel előfordult már, aki belevágott valamilyen diétába, vagy valamilyen életmódváltó programba, hogy meg volt adva, hogy mit kell ennie, mondjuk, hogy olyan az étrend, vagy meg volt adva, hogy mennyi kalóriát kell tartania, vagy valami, és mégse úgy jöttek össze a dolgok, történt egy kis félrenézegetés, és lehetséges, hogy az történt veletek, mondjuk tegnap este velem, azért is találtam, hogy felveszem ezt a videót, mert az történt, hogy átmentem a haveromhoz, és egy ültőhelyemben teljesen egyedül, megettem egy 45 centis Hawaii pizzát, és tök jól esett. És ilyenkor most mit lehet csinálni? Mert vannak azok az emberek, akik ilyenkor összekaporodnak, és én csak ezt érdemlem, én kudarcot vallok, én csak ennyi vagyok, én mindig elrontom a diétát, én mindig elrontok mindent, Na ezt el kell felejteni, jó? Tehát ez a mentalitás sehova nem fog vinni az életbe, helyette mit lehet inkább csinálni? Most először is meg kell nézni, hogy milyen gyakran és milyen okból kifolyólag fordul elő ilyesmi. Ha viszonylag ritkán, most mit tudom én, két hetente, havonta, most mi ez a viszonylag ritkán, nyilván relatív, de hogy nem túl gyakran fordul ilyen elő, és tegyük fel, hogy olyan indítatásból, mint amivel én is tettem, most én alapvetően nem szálkásítok, izomtömegnövelési fázis vagyok, ez nem azt jelenti, hogy akármit, akármennyit meg lehet zabálni, mert nem célom azt, hogy zsíros vagyok, ezért annyi kalórián vagyok, ami pár százas többletet jelent, ez a tegnapi 45 centis pizza viszont biztos, hogy a normál kajától, ez rátett egy ilyen, mit tudom én, 2200-2500 kalóriányi többletet. Most ilyenkor mit lehet csinálni? Először is ugye elsírom magam maxot pozva, amit nem ajánlok senkinek sem. A második, hogy ő fölismeri az ember, hogy a kalória az igazából nem naponta számolódik úgymond, hogy te most túlléped a keretet vagy nem, ez pusztán abból adódik, hogy mi napokba számolunk, hogy emberekünk is sokkal könnyebb így dolgozni. Viszont ami számít igazából hízás vagy fogyás tekintetésben, az az, hogy huzamosabb időn keresztül te többletbe vagy, vagy huzamosabb időn keresztül te hiányállapotban vagy. Most, hogyha én x ezer vagy x száz kalóriával többet eszek, mint a napi limit, akkor nem történt semmi, alapvetően ez nem jár zsírosodással, így trendeket kell megnézni hosszabb távon. És itt kell észrevenni, hogy preparációval, vagy kompenzációval ezeket a lyukokat, ezeket a kis félretekintetgetéseket a plusz 3000 kalóriával, ezeket meg lehet oldani. Preparáció vs. kompenzáció. Preparáció, miről beszélek? Az, hogyha te tudod, hogy jönni fog egy ilyen esemény, mert szülinap, mert a mit tudom énnek bérme keresztanyádnak lesz a bármit szója, vagy mit tudom én, akkor te azt arra fölkészülsz. Hogyan tudsz fölkészülni? Úgy, hogy mondjuk heti szinten gondolkozva, hogyha nagyon bele akarunk menni, heti szinten gondolkozva fölméred, hogy kb. Az mit tudom 2000-3000 kalóriát többlet lesz. Nyilván nem baj, hogyha nem tudod teljesen pontosan, nem is fog ez senkit sérekelni, de fölméred, hogy akkor egy nagyobb kalória bevitelre lehet számítani, ezért te elveszel kalóriákat az előtte lévő napokból, vagy pedig extra mozgást teszel bele az életmódodba. Tehát tegyük fel, hogy most én nem így random, hanem hogy jövő péntek ennek lesz egy nagy szülnap, italozás lesz, barátokkal zabálás, akkor én az előtte lévő napokban mondjuk megemelem a lépésemet, mint 2-3 ezerre, és most ne kérdeznek itt, hogy miért pont 2000-re, miért 3000-re, 1800, jó, 3500, már túl sok. Ezek a kérdések, ezek mind arról adnak tanúbizonyságot, hogy nem látjátok, hogy a szokásoknak a mi voltja az, ami meg fogja határozni hosszú távon azt, hogy milyen testben élsz a jövőben, jó? Tehát ne ilyen kérdéseket tegyük fel, hanem fogadjuk el, hogy vagy az aktivitás növelésével, vagy a kalóriák ideiglenes csökkentésével tudunk megágyazni annak, hogy péntek este telezabáltjuk magunkat, és a körúti girosztól foshassunk, jó? Ha viszont a preparáció nem valósult meg, vagy random jött a dolog, akkor kompenzációra is lehetőség nyílik, mert mint mondtam, csak azért, mert egyszer te sok kalóriát eszel, az nem fog jelenteni semmit se zsírosodás tekintetében, mert egy hosszabb időszakot, egy hét, két hét, egy hónap kell megtekinteni. Szóval, ha te részt vettél egy ilyen lakomázáson, akkor még a következő pár napban, következő pár hétben, nyilván itt attól függ, hogy a következő pár napban, akkor nyilván intenzívebb deficitet kell létrehoznod más módon, több mozgással vagy kevesebb kalóriával, vagy pedig eloszthatod ezt a következő egy hétet. Tegyük fel, hogy mondjuk 3000 kalóriával többet ettél, akkor csináltad azt is, hogy a következő 6 napban
500 kalóriával kevesebbet eszel, vagy a következő 3 napban 1500 kalóriával kevesebbet eszel. Tehát meg lehet csinálni ezeket, jó? Tehát ki lehet matekozni, és nem kell kétségbe esni. Ez akkor, hogyha most azért etted túl magadat, mert hogy volt valami esemény, vagy úgy becsúszott, hogy valami, nem kell beledörni a kardodba, nem így működik az egész. Jó, önostorozással, önsajnálattal semmire nem visz az életben, ezt higgyetek el, tudom. És az egyik opció, jó? A másik, az éhség másik gyakori oka, az az, hogy egyszerűen nem volt jó valamoknál fogva az étrend. Most erről már csináltam egy külön videót, hogy miért nem működik az étrended, de alapvetően előfordult, hogy az éhség érzeted az már annyira felgyülem lett, hogy te ilyen falási rohamban mész át most ide, de linkelek egy másik videót, kifejezted a falási rohamról, és ott jobban kifejtem ezeket a dolgokat, de összességében az éhség érzetet nem fejtlenül, vagy nem csak is kizárólag az elfogyasztott kalória mennyisége fogja indikálni, hanem a kalóriák mienséges. Ezért sokan egy félművelt módon azt mondják, hogy egy kalória az nem egy kalória, de a kalória egy mértékegység, egy kalória az egy kalória, de nyilván az egészséged vagy az éhségérzetet szempontjából nem lesz mindegy, hogy milyen formában viszed be ezt a kalóriát. Hogyha éhségérzeted egyre erősebb, akkor próbálj meg olyan ételeket választani a diétádba, amik jobban ellaptatnak téged. Mondok párat. Földburgonya, zab, alma, soványabb húsok, zöldségek, gyümölcsök, ezek mind szuper tápláló laktató források lesznek, és ilyenekből próbálj többet fogyasztani, és kevesebb olyan ételt, amiben több kalória van, és kevésbé fog téged ellaktatni. Szóval összességében azt kell belátni, hogy nincs egy rossz döntés, amivel kudarcot vallasz, és nincs egy jó döntés sem, amivel sikert aratsz. Az a lényeg, hogy hosszú távon milyen szokásokat alakítasz ki, és hogyha egy cselekvés, vagy egy történés, az nem illik bele abba a képbe, ami téged elindít egy úton, tegyük fel, hogy most túletted magadat, de alapvetően fogyni szeretnél, akkor nem az a helyzet, hogy most már túlettem magamat valamelyest, akkor most már teljesen mindegy is szétzabálok mindent, hanem el kell fogadni, hogy oké, most történt egy lépés, ami egyetlen lépés, ami nem támogatja a célomat, akkor még több döntést kell meghoznom úgy, hogy azok abba az irányba tereljenek engem mégiscsak, hogy mondjuk fogjon a súlyom, vagy csökken a súlyom, hogyha fogyni szeretnék, jó? Aztán következő dolog az éhségnél fehérje bevitelt lehet üvelni, mert sokan vannak, hogy tényleg csak a kalóriára figyelnek, de azért a fehérjére is érdemes, mert nagy átlagban a szénhidráton és a zsírnál jobban el fog laktatni téged, jó? Rostot lehet növelni, több folyadékot lehet inni, akár edzés közben, és ezek mind olyan praktikus tippek, amiket például szoktam adni aznak, akik velem dolgoznak. És igazából ez a videó ez ennyi volt, úgyhogy egy könnyed áttekintést szerettem volna adni arra, hogy nem kell kétségbe esni, mert nagyon sokakkal dolgozok, és mai napig előfordul ez a kérdés, hogy most lesz egy összejövetel, most akkor mit csináljak, most akkor mihez üljök? Nyugodjál meg, szépen kompenzáció, utólag, vagy pedig előtte preparáció. Több mozgással, kevesebb bevitt kalóriával. Ennyi, nem kell ráfeszülni, jó? Ha pedig szeretnél velem dolgozni és tudományra építeni, elsősorban, illetve tapasztalatra, illetve egyénre tervekre, akkor keress meg engem, www.33.hu, személyre szabott edzésterve, létrendelkező kombinációjával és ilyen komplet edzésprogrammal, receptgyűjteményekkel, fitness applikációval és konzultációkkal is tudom segíteni a munkádat, hogy elérd a célodat még hamarabb, még zökkenőmentesebb, és nem csak hogy elérd, hanem meg is tud tartani a kívánt súlyt, jó? Köszönöm szépen, ez a videó az ennyi volt, remélem tudtam hasznos tippekkel szolgálni számotokra, hogyha tetszett, akkor iratkozz föl, nyomj egy csengőt, esetleg kommentálj, lájkot is nyomj, és következő videókkal találkozunk, vigyázzatok magatokra!